Köszöntöm kedves nézőinket az év utolsó foci és sportadásába. Azt gondoltam, hogy a mai napra egy olyan barátot hívok meg, egy olyan kedves példaképet, aki számomra példakép, akivel végig kalauzoljuk önöket az én naív és laikus szemléletembe és az ő profizmusa mellett a magyar és a nemzetközi labdarúgásba. Így került a sor a választás Rákosi Gyulára, aki a Ferencváros örökös bajnoka, 41-szeres válogatott labdarúgó, olimpiai bronzérmes, Isten hozott. Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök mindenkit, aki nézi a tévét. Nem olyan rég találkoztunk, azt hiszem talán az utolsó Üllői úti Fradi mérkőzésen, amely már ugye elég hidegben zajlott, de tulajdonképpen utána még volt egy meccs a Honvéd pályán, de oda én már nem mentem el, viszont a Fradi pályán kiváló hangulat volt, és nagyon jól játszott a Fradi, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy jó évet zártunk. Hogyha a Ferencváros szemszögéből kezdjük el az évet elemezni, akkor mi a legfontosabb számodra ebben az évben, hiszen azért a Fradiba új tisztséget is kaptál. Legfontosabb, hogy megint ott vagyunk az első helyen, és ez nagyon nagy dolog, nem csak nekem, kedves közönségnek is, mindenki örül, mindenki boldog, és ezt szeretném folytatni jövőre is. Tulajdonképpen egy hatalmas építkezésen ment keresztül a Ferencváros, és az egész Ferencvárosi Tornaklub az elmúlt évtizedekben, és lehet mondani azt, hogy tulajdonképpen Kubatov Gábor elnöksége alatt. Milyen ívet, milyen vonulatot látsz te ebben az építkezésben? Hát, megmondom őszintén, elmúlt jó sok évtizeden keresztül volt egy pár vezetővel dolgom, baráti is, meg nem baráti is, de ilyen elnökkel még soha nem találkoztam, mint a Kubatov Gábor úr. Mindent a csapatért, mindent a Ferencvárosért, az öltfér sikerért, mindent megtesz azért, hogy minél jobb eredményt éljenek el a szakosztályok. Tulajdonképpen ő egy hihetetlen erős lobby tevékenységet folytat, és egy egész jó gazdasági szemléletet is tudott vinni a Ferencváros életébe. Tehát itt az építkezésektől kezdve sok mindenre gondolok, és visszatérnék arra a sok éves hagyományra, hogy december 31-én délben az elnök úr mindig tart egy év értékelőt. Igen. Egy órában, másfél órában összefoglalja a teljes ferencvárosi sportélet összes eredményét, esetleges kudarcait, építkezéseit, eredményeket, mindent az égvilágon, és ezt mi az első foci és sportadásba le is szoktuk adni a Fradi TV segítségével, és ez most is meg fog történni az első foci és sportba 2023-ba. De nézzük meg a te szemszögedből ezt. Könnyű helyzetben vagyunk, mert sikerre halmozott a Ferencváros, és ez nagyon nagy dolog, megkönnyíti a munkát, de fantasztikusan ért a elnök úr mindenhez, megvan az eredménye, mert új dolgok is sikerült. Épp a létesítmény úgy néz ki, hogy tényleg tisztaság, rend van, a földről lehet enni, olyan nagy a tisztaság. Én visszaemlékszem a régi szép időkre, amikor kezdődött ez a 10 évvel, hogy elnök úr végig sétált, valahol látott valami szemetet, fölvette, hát oda-vissza voltam, hogy hát ez hihetetlen, segített heggeszteni. Szóval élt az egyesülettel, és meg lett az eredménye, hogy ilyen sikeres lett a Ferencvárosi Tornaklub. Átadásra került az Albert Stadion helyett a Groupama Arena. Ez egy szép és fájó emlékeket fölidéző időszaka volt a Ferencvárosnak. Mi van mostani arénának az előnye, és mi volt az előző Albert Stadionnak az előnye, és hogyha megnézzük előtte a Fa stadiont, igen, akkor hogyan tudod összehasonlítani, és persze természetesen ebben benne van a te fiatalságod, az aktív labdarúgói pályafutásod, aztán az edzői és az elnökségi pályafutásod, és a mostan is, hiszen megint fontos szereped van a Fradi életében. Hát a legelső, én még játszottam ott a Fa tribünös lelátók előtt, 30 000 ember volt kint, akkor is sokan voltak, hál' Isten. Élmény volt játszani, amikor rosszul ment, akkor mozgolódott a deszka nagyon. Aztán jött az újabb stadion, mert a régi az már eléggé elhasználódott, és kellett újat váltani. Hál' Isten sikerült. Harolt elnök úr, akkor ő lett az elnök, és
elkezdte az építkezést, megkérdeztük, hogy megvan a pénz, azt mondja, nem kell. Egyelőre annyi van, hogy elkezdjük, azt a folyamatosan, hálisan elkezdte, és sikerült is. Harolt János hány évig volt az Fradinak az elnöke? Több éven keresztül. Több éven keresztül. Ő is ilyen menedzser szemléletű ember volt? Vagy megvoltak azok a kapcsolatai? Hát a kapcsolatok amiből... jó, hogy megvannak mindenkinek, úgyhogy anélkül nem működik semmi, világos. Hát ugyanaz, mint a játék is, a kapcsolat legyen meg, és akkor jó a csapat teljesítmény. De értett a dolgokhoz, és meg tudta fogni azt az oldalt, ami nehezebben ment, és kihozta a gödörből. Hány éven keresztül, most nem vagyok pontosan annyira ebben benne, de emlékszel, hogy hány éven keresztül ment az Albert Stadionnak az építkezése, vagy építése, és ez alatt az idő alatt hol játszottatok? Hát mert más rendszer volt, mint most. Elköltöztünk a Népstadionba, nem volt idegen nekünk az, de azért mégis jobb a hazai pályára. Hát több éven keresztül ment az építkezés. Az az igazság, hogy meg kell nézni, hogy mit építettek, fantasztikus, és hát nem lehetett csak úgy összecsapni, hál' Isten nem is csapták össze. Kívülbelül csodálatos stadion, nagyon szép, és tényleg örömmel jönnek ki az emberek, mert szórakoztató maga ott van, pláne, hogyha jó az eredmény, jó a csapat, jól játszik, akkor meg mindig sokan vannak, hál' Isten. Emlékszem arra, amikor az Albert Stadion bontásra került, előtte volt egy sajtótájékoztató, vagy egy bejárás, és már ott voltak a munkagépek, és hát szörnyű élmény volt számomra. Előtte, egy pár nappal előtte még kim voltam forgatni egy Sport TV-nek egy sorozatot, a miért éppen Magyarországban az idegen légiósokról, és majd erről beszélünk még egy kicsit, és tudom, hogy akkor az volt bennem, hogy édes Istenem, hogyha apám látna, hogy itt vagyok a zöld gyepen, és hogyan sikerül bejutni az öltözőbe, beszélni a játékosokkal, az edzőkkel, hogy neki micsoda fantasztikus dolog lett volna, mint hogy nekem is, mert gyerekkorunkban vitt az ér a Fradi meccsekre. Szóval azért fájó emlék az, hogy az Albert Stadion lebontásra került. Nem fájó, mert modernabb stadion jött, és a világot nem lehet így megállítani, hogy maradjunk. Nagyon szép emlékezni, nagyon sok jó meccs volt, sok közönséggel, minden nagyon szuper volt, csak már az öltözők olyanok voltak, hát a fa tribün alatt el kell ki, a folyosó sötét volt, szóval már épp ideje volt, és volt a kanyar, a nagyváratéri kanyarban, ott pedig már eléggé baleset veszélyes volt, aztán ezért hál' Isten úgy döntöttek, hogy elkezdődik, és hát a stadionban, hát tényleg meddig azért otthon voltunk, megszoktuk. Amikor most egy pályát felújítanak, vagy valami miatt nem felel meg az MLS elvárásainak, akkor ugye arra kötelezik az együtteseket, hogy másik stadion adjon nekik helyet otthon. Hogyan fogadják ezt azok, akik mellé oda tesznek egy-egy ilyen csapatot, mint a Ferencváros? Csak simán olyan, mintha idegenben játszanának? Hát, hogyan fogadják? Hát senki nem szeret idegenben játszani, de általában úgy hozzák össze, hogy a két csapat azért szimpatizáljon egymással, a közönség is, meg az egész társaság. Egész dolog ez, senki nem szereti. Egy pillanat, még hadd térjek vissza, amikor régen úgy volt, hogy lebontják a stadionunkat, akkor úgy volt, hogy Albert Florian néven fog szerepelni. Hát mindenki nagyon örült neki, de hát sajnos aztán nem sikerült. Hát érthető, a gazdasági válság az más diktát, és el kellett fogadni, mert különben nem épült fel. Hogy most Grupa Maréna lesz a neve. Igen, Grupa Maréna lett a neve, és most már mindenki, sokan elfogadják, az mindenki nem, mert mindig a múltat emlékszik a múltra. Az idősebbek meg pláne, de pedig olyan modern, mint ahogy a Puskás Stadion, az úgynevezett Népstadion, és csodálatos. Albert Floriannak a szobra ott van, és azért azt gondolom, hogy aki kimegy a meccsre, az elmegy az Albert szobot előtt, és tudja, hogy kiről van szó. Volt egy érdekes élmény, ezt még Flóri mesélte. Nekem volt olyan szerencsém, hogy a 70. születésnapja előtt levő egy-két évben nem elégszer találkoztunk, de hihetetlen jókedvű és egy tüneményes ember volt, tényleg egy
ragyogó humorú valaki, és ő mesélte, hogy szörnyű, mert ugye akkor angol tulajdonosok voltak a stadionban előtte, és olyan biztonsági személyzet volt, és olyan biztonsági őrök, akik a róla elnevezett stadionban nem akarták beengedni. És nektek ott volt együtt az irodátok, és hárman nagyon jó barátok voltatok, Albert Rákosi és Szűcs Lajos, ugye így volt a nagy hármas, a nagy trió, elválaszthatatlan jó barátok, és aztán ti is szembesültetek ezzel a szörnyű ténnyel, hogy ott vagytok, és nem tudtok saját helyetekre úgy bemenni, hogy megadják a kellő tiszteletet. Igen, abban az időben azért nagyon kevés volt a pénz, ezért körül kellett nézni, és sikerült olyan egyeneket kiválasztani, akik a területtel foglalkoztak, mást akartak odaépíteni, és ennek a rovására ment, hogy a bejárat nekünk olyan volt, hogy hát majdnem, hogy függöny volt az ajtóban nyáron. Csodálatos, szóval fantasztikus volt visszaemlékezni, nagyon rossz, mert ilyenkor az ember elkeseredik, és azt mondja, hogy ezt másképp is meg lehetett volna rendezni, de hát abban az időben nem törődtek ilyennel, hanem hogy is, mint lehet minél jobb területet megvenni. Túl vagyunk rajta, ragyog a Gruppa Aréna, és jobbnál jobb meccsek kerülnek megrendezése, és a Ferencvárosi labdarúgó tornaklub pedig sikert sikerre halmoz. Az elnökségnek, hát azt lehet mondani, hogy most olyan, tehát az elnökségen belül olyan pozíciót foglalsz el, ami azt gondolom tényleg annak a tudásnak és annak a múltnak a tiszteletét megadva neked végre sikerült azt a pozíciót megkapnod. Hogyan érzed magad? Miben van beleszólásod? Miben akarsz egyáltalán beleszólni? Érdekes dolog, én soha nem szerettem az ilyen irodai munkákat, nem szerettem dicsörögni. Megválasztottak, viccesen azt szoktam mondani, hogy fiatal elnökségi tagok vannak, és kellene, ahogy a Miki bácsi meghalt, elment közülünk, hogy legyen egy idősebb. Springer Miklósról van szó. Igen, köszönöm. Legyen köztük egy idősebb is, és az rám esett a választás, és nagy örömre szolgál az, hogy felkértek erre, és szívesen el is fogadtam. Elbeszélgettünk, mindenhez nem akarok hozzászólni, mert mint labdarúgó azért mindenhez nem érthetnek, de amiben tudok, segítek, ha megkérdeznek, válaszolok. Ez a munkám tulajdonképpen. Azt mondják, hogy csak a sikert és a győzelmet nem kell megmagyarázni, azért némelyik dolog magyarázatra szorul. Egészen biztos, és most itt nem akarok senkit és semmit bírálni az ég adta világon, hiszen a sikereknek nagyon örülünk, a labdarúgótábor és minden szurkolótábor olyan, hogyha a legkisebb hiba van, akkor már fölhördülünk, szidjuk a bírót, szidjuk az edzőket, vagy bárkit az ég adta világon, hiszen az emberek a meccseken vezetik le az indulataikat, hát most láthattuk ezt a VB-n is, majd erről mindjárt fogunk beszélgetni. Mennyire váltott ki a szurkolókból indulatot egy-egy rossz csere, vagy egy-egy rosszabb játékos megmozdulás? Azért te minden meccsen ott vagy az ég adta világon. És ezt az elnökségülésen áttárgyaljátok-e, egyáltalán szóba kerül-e ez, vagy az edző munkájából senki az ég adta világon nem szól bele? Hát tulajdonképpen mi nem szólunk bele, legalábbis én nem, mert hogy néz az ki, kívülről mindig okosabb az ember. Azért nem szeretem, amikor elkezdik magyarázni, hogyha ezt így kellett volna, úgy kellett volna. Volt játékosok is, amikor a pályán persze, volt, akkor hát ő is másképp csinálta. Igen. De hát a szurkoló milyen? A szurkoló mindig a sikert várja, pedig el kell hinni, hogy a játékosok, akik felmennek a pályára, mindenki győzni akar. Egy prémium jár érte, kettő meg szeretne minél jobb játékos lenni. Van, akinek sikerül, van, akinek nem, de a szurkoló, még ha győzünk is 2-3 góllal, akkor is a negatív dolgokat, miért nem 5-6-8 volt. Hát szóval ilyen lett a szurkoló, pedig tudomások kell venni. Ugyanúgy a jó játéknál, vagy a rosszabb játéknál is kell hajtani, kell igyekezni, hogy jó eredmény legyen, mert utána aztán nehéz megmagyarázni. Azt gondolom, hogy a sikerév az edzőnek is, a vezető edzőnek is köszönhető. Nagyon jó, hogy nem került vártásra a sor. Az elnökségen belül volt-e ez egyáltalán téma,
vagy az, hogy a mester ott marad, az egyértelmű volt. A háború kirobbanása miatt gondolom. De ezzel nem nagyon foglalkoztunk, megmondom őszintén, mert edző ment, kellett másik edzőt, és sikerült a jelenleg edzőt idehozni, aki ugyanúgy folytatja a csapatépítés. Persze van egy olyan vezetőség, aki mögött áll, van egy olyan, akik a játékosok felel, Hajnal Tamás, aki érti, hogy szóval őt nem lehet becsapni, hogy kazettán megnézi, hogy milyen játékos. Egyszer réges-régen szegény Flóri barátunkkal együtt meghívtak egy elnök úr, és Kovatov úr és a Prugner volt akkor az edző, és felhívtak bennünket, hogy hát beszélgessünk, jönnek az új játékosok, mit szólunk hozzá. Elmondták, hogy Flóri csak annyit kérdezett, és ezeket a játékosokat kinézi meg. Azt mondja Prugner, hát nem kell ehhez megnézni, küldik a kazettát, és azt megnézik, és akkor úgy döntünk. Erre mondott a Flóri, kifütyölhetem egy olyan csúnyát, hogy izélhetik az egészet, hogyha kazettán keresztül kell kiválasztani. Ez Szomália szerződtetésénél volt egyébként, ha jól emlékszem, egészen pontosan, és ez volt az az év, amikor Szomália még nem teljesített olyan jól, de valóban emlékszem rá, hogy Prugner Laci kazettán nézte meg, és nagyon sokat bírálták miatta, de tulajdonképpen végül is bevált, mert elég hosszú időn keresztül a Ferencváros kötelékében maradt. De hozzá kell tennem, hogy akkor a Ferencvárosnak nem állt ennyi pénz a rendelkezésére, és lehet, hogy neki nem volt meg az a lehetősége, hogy elmenjen, és megnézze élőben a játékosokat. Azért itt tudnék olyan ferencvárosi jó edzők és játékosokat mondani, most nem akarok nevet mondani, de aki azt mondta, hogy itt vagyok, és mint játékos megfigyelő elmennék, és megnézném az utánpótlást, és elmennék a csapatokhoz, ha mondanák, hogy menjek, hát a szívem, lelkem adnám a Fradiért, és talán tőletek is elhangzott ez a mondat. De ugye most az első kör azért mégiscsak az, hogy beteszik a kazettát, és elemzik. Igen, hát ez fontos is, és meg kell nézni, de élőbe kell megnézni a játékost, igen. Akkor lehet tényleg azt mondani, ügyes vagy nem ügyes, gyors vagy nem gyors, mert nagyon sokat számít az, mennyire gyors a játékos, és ez nálunk a Hajnal Tamásnál megvan. Uh-huh. Meg régen azért a menedzserek is úgy ajánlották a játékosokat, hogy majdnem, hogy rábeszélték az illetékest, hogy ez nagyon jó, aztán kispadon üt végig, azt el kellett küldeni. Ha már a kispadnál tartunk, hát most vagyunk túl a világbajnokságon, és azért is vártam erre a beszélgetésre, mert gondolom, hogy te is, hát ha nem is reggeltől estig ott ültél a tévé előtt, mert annyi meccset nem lehet végignézni, de hát pláne az első időszakban, amikor naponta két meccs volt, és minden nap volt meccs, vagy négy is volt egyszerre, és az ember azt se tudta, hogy hova kapcsolgasson, hát azért ez egy elég érdekes időszak volt, de végül is kikristályosodott a végeredmény, és nagyon érdekes meglepetések születtek, vagy és számomra, de azt gondolom számodra is egy örömteli végeredmény született, hiszen én bevállalom, hogy én Argentinának drukkoltam egész végig, azt gondolom, hogy te is nyugodt szívvel elmondhatod, de a kispadról szeretném mondani, hogy a férjem mondta, hogy régen a válogatott az a válogatott volt. A legjobbak kerültek össze. Most pedig a vezető klub csapatok mind világválogatottak. És nagyon nehéz a válogatottnak, mondjuk egy Barcelonát, vagy egy Real Madridot, vagy egy Inter csapatát túlszárnyolni, hiszen nincsenek edzőtáborok, nincsenek hetes fölkészülések, vagy több hetes, vagy hónapos fölkészülések. Hogy látod ezt a helyzetet? Sok mérkőzést játszanak a profi csapatok, a menő csapatok érthető pénzügyi dolog miatt. Ez meg is terheli a játékosokat, és nem véletlen, hogy most a világbajnokságon is lehetett látni egy-két játékost, aki nagyon-nagyon tudás alatt játszott, elfáradt, nem tudott bizonyítani. Ezért mondtam azt, hogy a kis csapat, az argentin, mert a nagy csapat a francia válogatott volt, és volt olyan, hogy a kicsi legyőzte a nagyot, hál' Isten, ez most sikerült. Én a Messinek drukkoltam, megmondom őszintén, mert megérdemli ilyen játékos, aki idősebb feje beállt a csapatba, és húzta a csapatot, és azt az örömet, amit a fiatal játékosok felé sugaltak, azt
öröm volt nézni. De nagyon jól játszott a Messi. Igen, voltak szünetek, igen, jól játszott. De az egész csapat jól játszott. Az egy érdekes dolog volt számomra, hogy az argentin csapat építkezett. Hogy az első meccs milyen szétesett volt, és a kommentátorok hát kiméletlenül mondták, hogy hát ez sehol nincsen, meg tudom én. Persze a szakértők azok fantasztikusak ilyenkor, tehát én nem vagyok szakértő, az egészen biztos, én csak egy laikus tévénéző vagyok, aki végig drukkolta az egészet, és azt láttuk, hogy hétről hétre, napról napra, meccsről meccsre jobban teljesít az argentin válogatott, és a végére összeérett. Tehát ez az, amit mondtam, hogy ha nincs egy hónapos felkészülés, vagy egy pár hetes felkészülés, akkor azért az nagyon nehéz összeállni úgy egy válogatottnak. Nagyon nehéz, mert nehéz összehívni a játékosokat, bizonyos kupákba szerepelnek, el vannak foglalva, és alig van idő a válogatott felkészítéséhez. Ott már össze kell hangolni a játékosokat, nem erőlétileg. Mi időnkben volt idő bőven, úgyhogy nem volt probléma. Most olyan edzők kellnek, aki ezeket észreveszi, ezeket korrigálja, és próbál úgy a játékosok fejével gondolkozni, hogy kihozza belőlük azt a formát, a jó formát, ami nagyon szükséges egy mérkőzésen. Lehetett látni, hogy kezdet-kezdetén döcögött a építmény, aztán végül az lett, hogy nagyon jó meccseket láttunk, és olyan. Tudni kell az, hogy nagyon nehéz, mert az úgynevezett profi országok, a játékosok, a kitűnő játékosok egy kicsit gyengébben játszottak, meg is lett az eredménye, és ide olyan csapatok kerültek be a négyesbe, a nyolcasba, akikre senki nem számított, mind azért nagyon fejlődtek. Nálunk meg a úgynevezett világkörű játékosok kicsit gyengébben muzsikáltak, ha lehet így mondani, és ez az eredmény rovására ment. Lehetett látni a döntőbe, hogy a francia válogatott első félbe pocsék volt, amit produkáltak. Egyébként nem is volt jóformán érthető, hogy miért esnek ennyire szét. Tehát az argentinok olyan fülényben játszottak, pedig hát világbajnoki döntőre, de aztán amikor jött az első gól, mint akiknek beadnak egy, tudom én, egy doppingot, és akkor hirtelennyében az egész játékképe megváltozott. Milyennek találod Mbappét? Nem mondom, hogy Mbappét, mert kikérte magának állítólag, ezt csak hallottam, hanem Mbappé. Én nem ejtem sejpítek, nem ejtem ki a nevét. Fantasztikus fiatalember, tele van energiával, gyors is, jól is lő, feljátéka is elfogadható, úgyhogy lehet belőle egy nagyon-nagyon világhírű játékos idővel, hát még csak, ha jól tudom, 24 éves, hogy van ideje bőven fejlődni. Kicsit első félidőt csalódtam benne, mert eléggé ő is szúnyogkált, társai is. Talán az lehetett, mert mindig van a játékosoknál egy olyan széles dolog, hogy hát argentinok ugyan már hát ezeket simán, és első fél úgy is álltak hozzá, aztán amikor kapták a gólokat, akkor egy kicsit azt mondták, hoppá, oda kell figyelni, és ezért volt érdekes a meccs, mert akkor a franciák játszottak jobban, Argentina azt pedig elfáradt én szerintem, de aztán megint megrázták magukat, hogy egy élmény volt az egész mérkőzés, aki oda ment, azt hiszem, soha nem fogja elfelejteni, mert ennyi ideig ott tudott lenni a meccsen, látta a kezdőcsapatot, látta a gólokat, a hosszabbítást, a 11-es, ez nagyon nagy élmény egy labdarúgó nézőnek a szemében. Hát egyébként ez tényleg egy világbajnoki mérkőzés volt, tehát egy megkoronázta az egészet. És én emlékszem olyan bajnokok ligája meccsre, amikor minden két csapat olyan félve játszott, és a döntő az ott... Hát, hogy mondjam, tehát nem a legszebb játékot hozta. Itt azért tényleg a szívüket, lelküket kiadták ebben a döntőben. Itt is hullámzott a játék, mind a két részről, úgyhogy ez benne van a játékban, nagyon nagy a tép, pláne egy világbajnokság, úgyhogy mindenki győzni akar, van akinek sikerül, van akinek nem, hát a franciáknak most nem sikerült. Ugrunk egy nagyot.
A harmadik helyért játszott Horvátország, nekik is nagyon drukkoltam, bár igen, hozzá kell tennem, hogy a marokkóiak is nagyon szimpatikusak voltak, és érdekes volt, ugye senki nem számított rá, hogy el fognak jutni a negyed döntőbe, és tényleg az is egy jó meccs volt, de hát azért mégiscsak a horvátok voltak ilyen szempontból legalábbis nekem a kedvenceim. Tehát ők játszottak a bronzmeccsért, és olimpiai bajnok, bronzérmes vagy. Hogyha egy pici párhuzamot vonhatunk a ti olimpiai szereplésetekbe, amire remélem, hogy egyszer majd a közeljövőkben esetleg a magyar válogatottnak lesz lehetősége azt a feelinget megérezni, vagy egyáltalán a következő világbajnokságra, Európa-bajnokságra kijutni a magyar válogatottnak, akkor lesz benne egy kis részük. Tehát, hogyha párhuzamot vonunk a ti bronzmeccsetek és a mostani között, nem is akarok párhuzamot vonni, mesélj a ti bronzmeccsetekről. Hát más az olimpia, más egy világbajnokság. Mi is döntőt játszhattunk volna, ha Várhegyi Pali nem hagyja ki a 11-est, akkor tovább jutunk. Egy világbajnokság megint tényleg arra az egész világ figyel, olimpiára is persze, csak nincs akkora, nekünk nagyon nagy jelentősége volt, mert olimpián szerepelni az egy csodálatos dolog. Én azt hallom, hogy nem csak olimpián, minden nagy-nagy mérkőzésen, pláne válogatottnál, hát ott szerepelni az egy élmény. Hát van, aki lezserű veszi, aztán egyet több vagy kevesebb. Én minden sikernek, minden válogatottságnak nagyon örültem. A világbajnokság, ahogy lehet látni, az egész világ figyelte és drukkolt Marokkónak. Megmondom őszintén, csalódtam, mert gyengébben játszottak a horvátok ellen. Igen, az előző meccsek jobbak voltak. Kicsit, talán az elvesztették az önbizalmukat, hogy nem jutottak döntőbe, mert nagyon úgy nézett ki, hogy döntőbe jutnak. Horvátok meg meglepő okosan játszottak, jó játszottak, meg is lett az eredménye. Lehetett látni, hogy a marokkóiak mennyire szomorúak. Hát persze mindenki szomorú, ha nem sikerül a győzelem, de ők már előtt a meccs előtt is nagyon mélyen voltak, úgyhogy ezért nem tudtak jót produkálni. Amikor az olimpiára készültetek, mennyi időtök volt felkészülni? Hogyan állt össze a csapat? Egy picit nosztalgiázzunk. Hát régen volt, megmondom őszintén, 1960-ban. Hát volt időnk arra, hogy felkészüljön a csapat, és könnyű volt válogatni, mert az A csapat is jó volt, a B válogatott is jó volt, hát abban az időben. Játékosok voltak. És az utánportás csapatban is sok fiatal volt, akik ügyeskedtek. Emlékszel még az összeállításra? Nagyjából igen, ha jól emlékszem, azt mondja, Faragó, Török Gabi, pedig tudtam, magamat is megemlítem, én is ott voltam. Azt mondja, Várhidi Pali játszott, Center, Orosz Pali, Vilezsál, Sátori, Albert Flórián, ő is ott volt, ne felejtsük el, és később ennek a nevek. Nehéz visszaemlékezni, mert már nagyon régen volt, de büszke vagyok erre a bronzra. Volt-e magyar közönség? Tehát akár disszidensekből, akár Magyarországról drukkerként, tehát volt-e magyar szurkolótáborként? Emlékszem. A magyarok mindig vannak, csak nem tábor. 60-as években azért nem volt olyan könnyű kimenni. Volt, mindenhol van, akárhova elmentünk, akár hírverő mérkőzésre, vagy pénzszerzési mérkőzésre, mindig voltak, magyarok is drukkoltak. Itt is voltak nagyon szép számmal, és ezek a magyarok nem csak a foci mérkőzésre, hanem más eseményekre is elmentek és szurkoltak a magyaroknak. Ezt a kifejezést így még nem hallottam, ahogy pénzszerzési mérkőzésre. Ez mit jelentett? Hát például az én időmben, mi régen volt? Tegnap előtt? Igen. Decemberben a válogatott indult el, nem volt ilyen sok mérkőzés, és a válogatott tengeren túlra ment. Na most tudni kell, hogy minden mérkőzésért adtak 3000 dollárt. Menedzser lekötött több mérkőzést, többek között Argentin, River Plate, Boca Juniors ellen is játszottunk. Mi meg kaptuk a napi 4 dollár zseppénzt,
ami nem volt jaj, de sok, de hát élveztük azt, hogy tengeren túlon vagyunk. Egyik vezetőnk egy ilyen hátizsákot szerzett valami, abba hordta a pénzt, mert félt, hogy ellopják. Ezek mind érdekesek, és azért mentünk. Na most ez volt december. A következő évben pedig januárban, a Ferencváros alapozás után, a Fradi ment tengeren túlra, Uruguay, Argentina, Dél-Amerika, Közép-Amerika, sok helyen jártunk, utaztunk, mert szálltunk, mint a madarak állandóan. Fárasztó volt, de hát a kis pénzért, amit nem a Fradi kapta, bizonyos összeget csak, hanem máshova ment, és még ugyanakkor a napi $4 megkap, 3,94, így volt pontosan. De szívesen mentünk, és örömmel mentünk. Ezek voltak a úgynevezett beszerző pénzek, amik hát... Na, a kinti magyarok, vagy a nézők, tehát ki volt a úgynevezett szponzor? Manager, ő kötött el. Ukrancsik úr, emlékszem rá, szittuk is, mert edzés után bementünk, ez Buenos Airesben volt, bementünk egész edzés után vacsorázni, és üdítő szódavíz volt, ilyen 3 decis volt, hát szomjasak voltunk, megittuk. És azt mondta a menedzserünk, hogy ő már nem fizet, fizessen a vezetőség. Aztán nagyon nem tudott kiszúrni velünk senki sem, vezetőség meg azt mondta, hogy nem tudnak költekezni, mert azt a pénzt haza kell vinni. Aztán, amikor megismerkedtünk a környező utcákkal, akkor láttuk, hogy itt is volt egy kis kocsma, ott is, aztán már nem volt akkor gond, a kis pénzünket oda. Föltaláltátok magatokat. Igen, hát a magyar mindenhol feltalálja magát, hál' Isten. Ilyenkor a magyar közösség meglátogatta ezeket a meccseket? Voltak találkozóitok a kinti magyarokkal? Arra nem volt lehetőség, hogy programot csináljunk, mert elég szoros volt. Szoros volt, igen, mérkőzések. Hát a menedzsernek az volt az érdeke, hogy minél több mérkőzést játszunk, keveset legyünk szállodában, volt olyan, amikor nem kaptunk szállás lehetőséget, a menedzser azt mondta, nem fizet, és akkor ilyen éjszaka is játszotta a filmeket egyik mozióda, bementünk, ott aludtuk, néztük a filmet, és másnap reggel mentünk tovább. Hát voltak ilyen, szóval nem minden, ahogy mondták régen tejföl, amit itthon úgy gondolják, úgy, de jó nekik. Egyébként azért érdekes, és örülök, hogy elmondtad ezt, mert tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy manapság a másod-harmadosztályban is nagyon el vannak kényeztetve a játékosok, jó pénzért játszanak, és nagyon sokan elégedetlenek, hogy még kéne, és akkor itt van egy sztárgárda, akik sikert sikerre halmoztak annak idején, eredményeket tettek le, és egy moziba töltötték az éjszakát, mert nem volt szállásra pénz. De hát azért nem sírjuk vissza azt az időt azon kívül, hogy fiatalok voltatok, de úgy elgondolkodtató, és pláne manapság, amikor megint ugye jobban össze kell húzni a nadrágszíjat, és ottban odafigyelni arra, hogy ki és mire költ. Igen, hát ez olyan dolog, hogy a pénz az mindig osszoroz, úgyhogy hál' Isten a Fradinál mostan ilyen gond egyelőre nincsen, remélem nem is lesz. Az érdekesség az egészben, a kérdés volt egy ilyen, hogy látogattak, jöttek magyarok, például amikor Amerikában voltunk, akkor New Yorkban például olyan magyarok jöttek, akik hát 57-56-ban mentek máshova, idegen országba, és provokáltak minket, hogy és mint, hogy ne menjünk haza, stb., de hát ilyen meg se fordult a fejünkbe, de azért az öme azért rendes volt, és nézték, otthonról jöttek, úgy szinte simogattak, egy kis hazai levegőt hoztak a magyar labdarúgók. Egyébként milyen érdekes, most épp nézem rajtad a nyakkendőt, hogy a nemzeti színű szalag rajta van a nyakkendődön. Ez az olimpiához köthető egyébként, ez a nyakkendő? Megmondom őszintén, nem. Ha jól emlékszem, a miniszterelnök úrtól kaptam réges-régen, és ahol lehet, hát én ne viseljem. Helyes. Büszke vagyok erre a 3 színre. Azt elhiszem. Nem csak azért, mert Fradi is benne van, szóval. Igen, ez a trikolor ezért nagyon Igen. kedves, nagyon-nagyon sok ember számára. Visszatérünk ezekre a külföldi utakra.
azt mondod, hogy nagyon le voltatok terhelve, és rengeteget játszottatok, illetve nem voltak olyanok a körülmények. Hát nem is volt körülöttetek olyan stáb. Most éppen néztem, hogy amikor kiszalad utána, a meccs után ünnepelni, az a stáb, amelyik megteremti a feltételt ahhoz, hogy a csapatok jól teljesítsenek, hát van, hogy kétszer annyian vannak, mint a játékosok, pedig ott cserejátékosok is vannak bőségesen, és nálatok még cserére sem volt lehetőség. Hány segítővel utaztatok ti annak idején? A létszám az mindig kevés volt a mi időnkben, maximum 16 játékos mehetett. El kell képzelni, hogy tengeren túlra, amikor 3-4 hétig kim voltunk egyfolytában, hogy azért fogytak a játékosok, volt, aki sérülten vállalta, mert az érdek ezt kívánta. Most más világ lett, ebben a rohanó világban jó, hogyha van sok segítő, és itt tényleg egyéni trénerek is vannak, és mindenki odafigyel a játékosra, mindenkinek megvan a feladata. Nem szabad összehasonlítani a múlttal, a jelent, mert akkor az volt a jó, a trend, most meg igen, ez igen, a jó, úgyhogy ennek örülni kell, hogy jobb körülmények között. Mennyire voltatok sérülékenyek? Mert azért most azt láttuk az utolsó meccsekre, itt a franciáknál is, meg előtte, hogy a sok játék, meg hát eszméletlen a tempó, és majd még erre visszatérek a tempóra egy kicsit, hogy eszméletlen a tempó, és sorra jöttek a sérülések a végén, mert már nem bírták. Ti mennyire voltatok sérülékenyek? Mert azért ott is volt tempó, még ha nem is futottatok ennyit, mint most a játékosok. Hát futottunk azért, mi is azért nem úgy van, hogy nem futottunk, de az az igazság, hogy elég edzett volt a társaság. Ezt köszönhetjük a fiatalságnak, a fiatalkornak, az utcának, a grunnak, a rétnek, megerősödtünk, sokat ismerkedtünk gyerekkorban talajjal, uh-huh. és ezáltal mindig erősebbek lettünk. Szóval nem voltunk olyan sérülékenyek, és azért jobban vigyáztunk magunkra, ami számomra érthetetlen, ezek a fejsérülések fölmennek a levegőbe, fejjelnek és összekoccan a fejük, ez régen nem volt, szóval könnyű kell segíteni. De most ezt fejtsd ki nekem, tehát nem voltak ilyen erős ütközések, vagy pedig keményebb koponyája volt a játékosoknak? Bocsánat. A talajon voltak ütközések, szóval ott azért volt adok-kapok, de a levegőben nem voltak ilyen fejsérülések, nem tudom, hogy miért, talán jobban vigyáztak, vagy hát néha nagyon magasabb rúgott az egyik játékos lehet. Hát voltak olyan fejes gólok, meg olyan fejes megmozdulások, hogy nem tudom, 1-1,5 méterre ugrott a játékos, hát az hihetetlen. Régen úgy mondták, jó volt a rugója, tudott emelkedni, igen. Olyan volt az izomzata. Visszatérünk a futás mennyiségre. Mondtad, hogy ti is futottatok. Hát meg tudod-e állapítani, mert ugye azért most a számítógépek és a komputerek és ugye sokszor nem tudják, hogy, vagy én amikor először láttam a fiúkat, úgyhogy levették a meszt, és ott volt alatta, amit mi hölgyek sportmelltartónak hívunk, tulajdonképpen ez adja azt a műszerezést, amivel mérik a különböző teljesítményt, vagy a funkciókat. Szerinted mennyit futottatok ti egy meccsen, vagy mi lehetett a maximális sebesség? Most hasonlítsam össze, mennyit futott az Albert vagy a Rákosi? Nem hasonlítom össze, mert a Florinak más volt a szerepköre. Igen. Ahogy véleményem szerint... De a Rákosi futott, mint a... A Gyula, igen. Igen. Nem ugye? A Mátyás, a Gyula, igen. Futott. Ha lehet azt mondani, nekem az volt a tehetségem, ezt használtam ki, és szerettem kiszolgálni a társakat, és ez eredményes is volt, mert válogatottok kezdve sok NB1-es mérkőzést tudtam játszani, és ez mind nagyon nagy dolog volt. Az, hogy ezt a mérik a játék, nagyon jó dolog. Mi a régek mindig úgy vannak, hogy az újat nehezet fogadjuk el. Most már őszintén megnézik az utcát, Moszkvisot alig látni. Igen, Varszavát robbantott minden. Jött az új, elfogadta mindenki, a fiatalabbak, a mi idősebbek azért visszagondolt. Én elfogadok mindent, mert az minden mérés, kimérés, bemérés, akármi, az csak a jó teljesítményhez. Meg tudják azt állapítani a játékos, hogy jött edzésre, mennyit futott, sérülékeny, szóval mindenki tudnak mutatni, és akkor ezt, ha az edző használja, akkor nincs semmi gond.
Hogyan segítettétek egymást ti a pályán? Kivel szerettél a legjobban játszani? Tehát melyik volt az a Albert Rákosi Fenyvesi, vagy hogy voltatok ti? Tehát azért látjuk itt a nagy világsztároknál is, hogyha nem, körülöttük nem az összeszokott gárda van, akkor nem tudnak úgy teljesíteni. És nem csak azért, mert kiszolgálják, vagy nem olyanok a gólpasszok, hanem egyáltalán az összjáték máshogy alakul. Én kivel szerettem játszani? Másik tízzel, úgyhogy kellett is. A mi időnkben valahogy úgy volt, és megéreztük, mikor az Albert például nem játszott, vagy a Varga Zoli nem játszott, megéreztük, akkor dupla elővel, dupla lelkesedéssel játszottunk. És ha nehezen is hoztuk az eredményt, volt egy Albert kettőnk, a Pranikovics Laci, nyugodjon békében, aki rúgdosta a gólokat, vagy német Miki. Szóval mindig volt egy-két centerünk a Flóri mögött, aki esetleg, hogyha probléma volt, akkor be tudott szállni. Azt látjuk, hogy a játékosok egyre magasabbak, de ugyanúgy, mint ahogy hát te sem a sudártermetedről vagy híres, hanem a gyorsaságodról és a leleményes játékodról, de egyre kevesebb alacsony termetű játékos kerül be a válogatottakba és a meccsek, vagy akár a klubcsapatokba. Hibának tartod-e ezt? Mert azért ott van, hát messzi sem egy langalétasrác, és azért vannak ott jócskán kicsik is, de ez a ritkábbik trend mostanában. De messzi nálam alacsonyabb. Hát. Igen. Milyen magas. Nem, az az igazság, jó, hogyha van köztük egy-két ilyen alacsonyabb is, más a mozgása, fürgébb, sokkal fürgébben. Arra építenek a magasaknál, hogy főleg a csatássornál, meg a centerhalf beállósnál, hogy azok legyenek magasak. Régen így is nézték a csatárokat, védőjátékosokat. Ma már nem árt, hogyha vegyes. Mindahogy nem árt az se, hogyha van egy-két idősebb, úgynevezett idősebb játékos, mint az argentinoknál. Most a Messi hozta magát. Mindenki félt attól, hogy már nem megy úgy, nem sikerül minden, és mégis hozta magát. Igen. Tehát mi időnkben is volt, azért volt jó, hogy egy-két idősebb maradt a csapatban, mert a fiatalokat mindig. Nekem például a Dalnoki azt mondta, kicsi, ha valaki bánt, szóljál, majd én fölrúgom. Szóval voltak ilyen, vagy a Dékány Pofi. Szóval mindenki úgy segített, és ez nagyon jó dolog volt. Ezt hiányolom. Szóval legyen a csapatban egy olyan egyéniség, akire felnéznek, aki tisztelik, és mindent elhisznek, amit ő mond. Hogyha a Ferencvárosnak a labdarúgó csapatát nézzük, a mostanit, akkor ki az a személyiség, akire fölnéznek a csapattársak, aki olyan igazi, most nem azt mondom, hogy megmondó ember, de aki úgy viszi a csapatot, mint mondjuk Messi Argentinát? Hát én szerintem most akire felnéznek, az a Dibusz. Ő a csapatkapitány. Soha nem értettem az, hogy kapus legyen a csapatkapitány, mert ott középen kell ügyködni neki, de őre tényleg van tekintélye, és ez nagyon nagy dolog, hogy a csapatnak legyen tekintélye. Hát nem mondanám azt, hogy nem is tudom. Sűrűn váltakoznak a játékosok? Nincs annyi idő összeszokni? És ez mondjuk nem csak a Ferencvárosra jellemző, hanem az összes klubcsapatra. Hát az az igazság, hogyha valaki kinéznek mondjuk a Ferencvárosnál, és jó pénzért megveszik, akkor el kell engedni. Igen. Likőrnek hívom, mert könnyebben ki tudom ejteni. Például az volt kint a világbajnokságon, nagyon nagy dolog, jól is játszott. El is fogják vinni. Hát attól függ. Az a játékoson is múlik, hogy elmegy máshova több. Nagyon sok példa van, hogy játékosok elhagyták Magyarországot, és kimentek külföldre, és egy év múlva visszajöttek. Ülnek a kispadon, nem kerülnek be. Úgyhogy ezek érdekes dolgok. Ha itt jól érzi magát, megfelel neki a pénz, de hát a pénz azért az emberek fejét megbolondítja, és többet keresek. Három meccs után rosszul játszik, új a kispadra kerül, aztán később meg el is felejtik, akkor megérte neki. Szóval érdekes, szóval nagyon át kell gondolni, hogy a játékos elhagyja a jó. Én például a Ferencvárosból, mostani Fradiból semmi pénzre nem mennék el, most játszák. Hál' Isten nem most játszom, hanem régebben. Hát azért most jó a csapat, nagyon egyben van. Igen. Ki a kedvenced? Tök maga. Csodálatos Pali. Első perctől kezdve, amikor hozzákerült a labda, abban a pillanatban lehetett érezni, hogy itt a gólveszély van. Hát most egy kicsit szokatlan szerepkörbe játszik, nagy területen,
játszik. Alkata nem olyan, hogy ő ezt be igen, tudja futni. Sokszor az az érzésem, tokmakról van szó, hogyha véletlenül valaki nem tudta volna beazonosítani, hogy ő nem olyan erős fizikumú. Igen. Hogy azért nem bírja a terhelést, hogy a középpályán az egész pályát nem tudja bejátszani. Az ellenfél kapujától 40 méterre megkapja a labdát, akkor már igen. Nehéz meg. Hát például megint visszatérve régre, Albert Flórián soha nem lett volna középpályás. Mondjuk ő lett volna a bal összekötő, én meg a center, Isten őriz center. És nem, hát mindig az a jó, hogy az edzők azért figyelik, és posztra válogatnak, uh-huh. és tudják azt, hogy ki mire képes, és ezt próbálják meg kihasználni. Hogyha most a világbajnokságra visszatérünk egy gondolat erejéig, a cserékkel kapcsolatban, a sok cserével kapcsolatban van-e valami hozzáfűzni valód? Érdekes, azért jó, mert akkor mindenki készül. Öten ülnek, többen ülnek a kispadon, úgyhogy soha nem lehet tudni, hogy kire számít majd az edző, tehát készülni kell az edzéseken is, uh-huh. és lehet, hogy jó a csere, lehet, hogy nem jó. Én szerintem franciák a két csatárukat lecserélték, nem értettem én uh-huh. egyet velem, hát mert gólképes Giroud, vagy hogy hívják, igen, azért nem mondok neveket, mert sejtétek aztán. Igen, és ki volt a másik hirtelen. És ezeket lecserélni, ha jobb jön be, akkor megért az ember, de ha gyengébben, szóval jobban kell bízni abba a kezdő 11-be, aki felmegy a pályára, azt az edzőnek kell észrevenni, hogy elfáradt a játékos, vagy nem hozza azt a teljesítményt, azon a poszton nem tudja, és akkor le kell cserélni. És ez jó, hogy tudnak cserélni, mert akkor lehet tényleg válogatni. Horváth Attilának, aki Balázs Fecónak és volt a zenének a szövegírója, és tényleg egy kiváló szövegíró, és egy remek gondolkodású, legalábbis a zenei szövegeiben művészember, volt egy érdekes fejtegetése a Facebookon, ilyen laikus fejtegetés, és ő azt mondta, hogy kinek miért drukkol, miért lenne jó, ha Messiék nyernének, miért lenne jó, ha a franciák nyernének, és akkor a végén azt mondta, hogy ő szerinte a legintelligensebben játszó játékos jelen pillanatban. Mit szólsz ehhez a gondolathoz? Hát amikor a csapatnak nem megy a játék, mint ahogy nem ment a franciáknak első fölidőbe, észre se lehetett venni. Előző mérkőzéseken ellátta azt a szerepkörét, amit kapott, osztogatott a középpályán, nagyon jól csinálta, itt meg, hogy társaknak nem ment úgy a játék, ő is elszürkült, nem véletlenül, hogy aztán le is serülték. Erre csak úgy kíváncsi voltam hirtelenjében, hogy mit szólsz ehhez a fejtegetéshez. Azt gondolom, hogyha játékosnak lehetett drukkolni, mint Messinek, hogy megkapja tényleg azt a fajta koronát a pályafutásának, nem a végére, de mondjuk a világbajnokságainak a végére, akkor elégedettek leszünk. De nem menjünk el a nagy öregek mellett, milyen furcsa. Azért voltak 35 fölött játékosok, azt hiszem talán 9 vagy 10, 41 éves volt a legidősebb játékos, és hát Cristiano Ronaldóra is mindenki megpróbált odafigyelni, és a világbajnokság előtt azért őt is leírták kellőképpen. Ugye könnyen leszedik az emberek, igen. A szurkolók a vizes lepedőt a játékosokról. Hogyan értékeled őt és a játékát? Hát nekem ő a második kedvenc játékosom, Messi és a Ronaldo. Amikor váltogatja valaki a csapatát, nem biztos, hogy a másik csapatban azt tudja produkálni. Amikor ő ott játszott, ahol kellett neki. Real Madridba, igen. Úgyhogy ott kiszolgálták. Tehát uh-huh. őre játszottak, ontotta a gólokat, gyors is volt, jó rugott, jó fejet. Elment más klubba, ott már nem tudta azt produkálni. A társak nem olyanok voltak, lehet, hogy féltékenyek voltak rá, nem szolgálták uh-huh. úgy ki. Én nagyon sajnáltam, mert leütette az edző a kispadra, amivel nem értettem uh-huh. egyet, mert azért többet érdemelt, mint ahogy az argentin edző azt mondta, hogy a Messi addig válogatott, ameddig ő akarja, igaz, és uh-huh. ez nagyon nagy dolog. És jó döntés volt. Igen. És lehetett látni, amikor
Ronaldo ment befele, akkor hát sírt, eltörött igen. A Mécses. Egy ilyen nagy játékos, hogy még sírni is tud, mert kiestek, sajnos. Hát érdekes pillanatai voltak ennek a világbajnokságnak. Azt gondolom, hogy nem csak azoknak, akik a labdarúgás szerelmesei, hanem azoknak is, akik egyébként csak ritkán néznek meccseket. Egy biztos, hogy pálcát törni senki felett nem kell, és nem is szabad, és kellőképpen kell örülni annak, hogyha valaki sikeres. Mi éppen most annak örülünk, hogy Messi és az argentin válogatott nagyon szép eredményt ért el, és természetesen az, hogy a Ferencvárosi Tornaklub is idén föl tudta tenni megint az íre a pontot. Mit kívánsz a következő évre? Nagyon jó mérkőzéseket produkáltak, nem véletlenül teltház előtt játszottak, és bízom benne, hogy fejlődnek ők is, ezen az úton haladnak tovább, nagyon drukkolok nekik. Az, hogy ott is jó eredmények legyenek is a Ferencvárosnál, meg a többi csapatok is nőjenek fel a feladathoz, de ezek között a Ferencváros legyen a legjobb. Így legyen. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ez volt a 2022-es év utolsó foci és sportadása. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Jövőre találkozunk ismét, viszontlátásra. Köszönöm szépen.